Már közel 7 éve hagyomány Szekszárdon, hogy a Tolna megyei kormányhivatal és a Vosinszky-Mór megyei múzeum szervezésében különböző műfajú, szórakoztató vagy épp lélekemelő előadások valósulnak meg a Vármegyeházán. Legutóbb Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Sokat gondolkoztunk, beszélgettünk, hogy mik voltak eddig, milyen témák hangzottak el, nyilván megnéztem azokat is ezeken az estéken, és én most nagyon sokat küzdök, foglalkozok, gondolkodom az emberrel és az ember valóságával, a közösséggel. És azt gondolom, hogy most a katolikus egyházban, a világban, a hétköznapi életben ez a legaktuálisabb kérdés. És ezen múlik az emberségünk, hogy hogyan éljük meg az emberi méltóságunkat, és hogyan viszonyulunk, hogyan vagyunk jelen a közösségben. És a jövő is ezen múlik, hisz a gyermekek, a fiatalok csak egy közösségben képesek igazi, érett, felnőtt emberré válni. Nagyon nehéz tanácsot adni. Mindenki egy különleges úton halad. Mindenki egy különleges életet él. Nincsenek igazán olyan szavak, olyan utasítások. Csak inkább én azt szeretném, hogy gondolkozzunk el a magunk helyzetén, hogy mi az, ami rendben van nálam, és mi az, amit másképpen kéne. Mert mindenki érzi a saját szívében, hogy ez így az én családomban, az én párkapcsolatomban, az én apa, anya, fia, gyermek kapcsolatban mi az, ami rendben van, jól működik, és mi az, ami esetleg nincs teljesen a helyén. Tehát inkább én azt gondolom, hogy érintek gondolatokat, érintek területeket, és aztán mindenki a saját szívében kell, hogy megtalálja a neki szóló, ott megszülető üzenetet. Az emberi méltóság és az emberi közösség szétválaszthatatlan. Nagyon összetett egy emberi sors. Nagyon különleges, hogy hogyan alakul ki, mennyi szeretet, mennyi minden kell hozzá. Csak például, hogy megmentjük a gyerekeket nagyon sok szenvedéstől, amitől tilos volna megmenteni. Mert a küzdelem, a harc, az élet feszültsége, az formál, alakít, az egészségessé tesz. És ugyanakkor meg ráteszünk a gyerekekre olyan terheket, olyan szenvedéseket, amelyeket tilos volna rátenni, amire ők még nincsenek fölkészülve. Az ő lelkük, az ő szívük ezt nagyon nehezen viseli. Ez is például egy konkrét helyzet, élethelyzet. Igen, náluk már veszélyben van az emberi méltóság. Veszélyben van a jövő. És egyre több gyereken látjuk, hogy az élete alakulása, az egészséges psziché, az egészséges lélek, az egészséges test veszélybe került. És segítenünk kell a szülőket, a családokat, hogy ott váljanak ezek a gyerekek igazán egészséges gyermekké, fiatallá, és majd felnőtté. És hogy mire kell figyelni, hogy megmaradjon az emberi méltóság? Az embernek önmagára és a másikra. A hitvesek kapcsolatán nyugszik egy családtitka. A kapcsolaton. A gyermek szeretet élménye is, a szülők egymás iránti szeretete. Neki az a biztonság, az az erő. Tehát erre kell figyelni. És a másik a közösség. Az élet keresztje, az élet küzdelme elviselhetetlen egyedül. Elviselhetetlen szűk közösségben. Minél nagyobb közösséghez tartozom, látom ennek a valóságát is, ahol nagyobb családi közösségek, nagyobb családok igazán összetartanak, rendszeres kapcsolatban vannak, stabilabbak a házasságok, boldogabbak a családok, és derűsebbek a hétköznapok. Tehát amikor az emberről, az egyénről beszélünk, akkor a közösség nem egy hobbikert, hanem az élet valóságának a biztonsága, háttere. Ezért ma mind a kettőről fogok beszélni, az egyénről is, a családról és a közösség teljességéről, gazdagságáról. Az elmúlt években különösen nehéz volt a közösségeknek. A koronavírus okozta korlátozások sokak életét megnehezítették. Próbára tette, és
tükröt tartott. Nagyon sok család csodákat élt meg, megerősödött, ajándékok özönét kapták, és ragyogtak gyerekek, felnőttek, mert olyanra volt idejük, amire addig soha. Úgy figyeltek egymásra, hogy addig soha. És voltak, akik nagyon megszenvedték ezt az időt. Nagyon nehéz volt. Tehát minden próbatétel valójában a jót és a rosszat világosabbá teszi. Érthetőbbé, élőbbé, de mind a kettő üzenet. Az egyik arra, hogy akkor nekünk tenni kéne valamit, miért nem tudunk mi az asztalnál örülni és mosolyogni, a másik, hogy adjunk hálát, és nagyon vigyázzunk arra a kincsre, amink megvan, ami a miénk, hogy mi milyen boldogok vagyunk. És láttam nagyon sok családot sétálni, kerékpározni, és mosolyogtak, és derűsek voltak, mert most erre van lehetőségünk, akkor ezt tesszük meg. Kiemelte azt is, hogy a beszélgetés az egyik legfontosabb dolog az életben, és azt kívánja, hogy mindenki találja meg az adventi készülődésben saját életének, kapcsolatainak a biztonságát és az örömét, hiszen ettől fog az ünnep valóban kiemelkedni a hétköznapokból, és megmutatja majd az élet értékét, gazdagságát. A boldog élet az egy egyensúly. A hétköznapi élet szenvedése és öröme között. Nincs olyan, hogy szenvedés nélküli élet. Nem szabad azt képzelni, hogy az a boldogság, amikor semmi bajom nincs, mert akkor ez soha az életben nem fog eljönni, hanem az a boldogság, hogy jól vagyunk. Vannak küzdelmeink, vannak betegségeink, vannak szenvedéseink, vannak harcaink, de egyébként azért mégiscsak jól vagyunk, mint az egészségünk. Az egészségünk egyensúlya, az a vírusok, bacillusok és az immunrendszerünk kiegyensúlyozott küzdelme, amelyen az immunrendszer győz. Tehát addig vagyunk egészségesek, amíg győz. De ez a harc, ez állandó. Ugyanígy a hétköznapi életben is. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy nincs küzdelem és nincs szenvedés. De mi alapvetően jól vagyunk. És ez az öröm, ez a béke, ez a szeretet.